Ötödik alkalommal rendezett iskolai alapítványi bált a Bozsik iskola a VF Szabadidőparkon az elmúlt szombaton este. A bálnak nem csupán a közösségi szórakozás volt a haszna, hiszen az intézmény javára jótékony célokat is megfogalmaztak. Az idei évben úgy szerettük volna a bált meghirdetni, hogy két nagyon számunkra fontos dolog az, amire a pénzt szeretnénk, a bevételt fordítani. Az egyik egy olyan dolog, hogy ülő alkalmatosságokat, padokat szeretnénk vásárolni az olimpiai parkba, hiszen nagyon nagy örömünkre elkészült a rekordtámpája az iskolánk területén, de ez azt is jelenti, hogy a szünetekben a gyerekek máshova kerültek, máshol töltik a szünetet, és ez pedig az olimpiai park. És ahhoz, hogy ott tartalmasabban, illetve kicsit kulturáltabb környezetben tudják tölteni a szünetet, oda szeretnénk padokat vásárolni nekik. A másik pedig az olimpiai kiállításunknak a felújítása. Ez több mint 20 esztendővel ezelőtt készítette Balaton Sándor, ifjabb Galambos Tamás, illetve az akkor igazgató Kovács László. És hát ezek a tablók már megfakultak, és ezeket szeretnénk modernizálni, digitalizálni, és ehhez nyomdai munkák is kellenek, és a bálnak egy részének, a bevételének egy részét erre szeretnénk még fordítani. Emellett támogató jegyeket is árusítottak azok számára, akik a közösségi eseményen nem tudtak részt venni. A bál teltházas volt, ennek bevételéből gazdálkodhatnak majd. Az eseményre is sokan adakoztak, hiszen felajánlott tombolatárgyak is bőségesen álltak rendelkezésre. Az intézmény szórakoztató műsorral igyekezett meghálálni az adakozást. Két rövid műsorral készülünk. Az egyik az egy keringő lesz, amit a felső tagozatos gyermekeink fognak táncolni. Ezt két kolléganő tanította be nekik, Veldin Judit és Szabóné Herceg Ildikó. A dal, ami alatt majd a keringőt táncolják a gyerekek, az pedig egy Josh Groban szerzemény, erre egy régi tanulónk, Szakál Ágnes tér vissza közénk, és ő fogja énekelni élőben a kísérőzenét. És hát a komoly rész után egy kicsit humorosabb jelenet következik. A farsangi bálon a retro volt a téma, és innen választottuk ki az egyik ötödikes osztályt, és ők fogják előadni a produkciót, és az egyik kollégánk is hát retro jegyében szerepelni fog ebben a produkcióban. A bál után is mozgalmas időszak ígérkezik a Bozsik iskolában. Nem is kell sokat várni, két hét múlva pentatlon játszunk olimpiát, amit két évente rendezünk meg, április 27-én a komáromi napokhoz kapcsolódóan hívjuk és várjuk a komáromi általános iskolákat egy sportrendezvényre, és aztán egy hónap múlva pedig a hagyományos Bozsik nap, tehát van teendő bőven, hála Istennek.